megkezdték a zséi aladárút előkészítését is. Polgármesteri elismerésben részesült dr. Csízi Zoltán. Motiváló programot szervezett a Fiatalok a Tiszta Városért csoport. Ózdi Krónika. A stúdióban Bukovinszky Zsolt. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Ütemterv szerint halad az útfelújítás Ózdon. A héten a Krúdi Gyula úton, pontosan 458 méter hosszban újult meg egy szakasz. Kedden megkezdték a zséi aladárút előkészítését is a kivitelező cég dolgozói. Ez a rész annyiban különbözik az eddigiektől, hogy még sosem látott aszfaltot. Később a Muskátli és a Liget út állapotát is hasonló eljárással rendezik. A Krúdi Gyula út már megkapta végleges formáját a napokban. Szent Simonban ez az egyik útszakasz, amely felújításra szorult. Itt korábban csatornáztak is, amely után sokáig tarthatatlan állapotok uralkodtak. Városunkban több olyan terület is található, amely eddig még nem rendelkezett aszfaltborítással. Gréderezik a szakemberek a zséi aladárutat. Az eljárás során tulajdonképpen a homokos, földes részt egy arra alkalmas géppel legyalulják, hogy egyenletes, könnyen járható legyen. A módszerrel pedig eltűnnek a felszínről a gödrök. Így megfelelő alapot alakítanak ki, ugyanis tennivaló még akad bőven. Egy újabb, sok évtizedes feladatot tudunk bepótolni ebben az esztendőben, itt a zséi aladár úton még soha nem volt aszfalt, és egyébként is egy olyan terület, amely magasan fekszik és nehezen járható, főként a téli időszakban, sőt, nagyon nehéz itt közlekednie a közszolgáltatást végző autóknak is, nem csak a lakosságnak, úgyhogy ezen a héten végre a betonborítás után az aszfaltborítást is meg fogja kapni ez az úttest, és bízunk benne, hogy pénteken este felé már mindenki a vadonatúj aszfalton fog itt közlekedni. Ebben a választókörzetben múlt héten a Bláthy Ottó út állapotát rendezték, itt mintegy 100 méteres szakasz újult meg. Most pedig tovább folytatódik a tereprendezés. A 130 milliós önkormányzati beruházásból a területi képviselők nagyjából egyenlő arányban részesültek. Mintegy 10 millió forintot költhetnek az általuk kijelölt útszakasz vagy útszakaszok helyreállítására. Azért esett erre az útra választás, mert a területemben, a 2. számú választókörzetben ez volt az egyetlen út, amely még poros volt, tehát se salak, se aszfalt nem volt rajta. 178 métert érint teljes hosszában a zséi aladár úton. Itt egy kicsit tovább időznek a kivitelező cég dolgozói a megszokottól, ugyanis a munkálatok első részében egy 10 cm-es CKT beton réteggel látják el az előkészített felületet, majd erre jön rá az 5 cm vastagságú aszfalt réteg, a betervezett közel 200 méteres hosszban, valamint 3 méter szélességben. Az Egészségügyi és Szociális, illetve az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság tartott ülést ma délután. Mindkét grémium elsőként a 2021-es költségvetés módosításáról tárgyalt. Előbbi testület tanácskozásán Fidrus Péter napirendhez kapcsolódó javaslatában további 2 millió forint átcsoportosítását kérte az állategészségügyi telep korszerűsítésére. Az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság továbbá döntött még a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról is. Ebben többek között a közművelődési és a köznevelési csoport megszűnéséről, az adócsoportban történt változásról, az Ózdi Központi Ügyfélszolgálat nyitvatartásának lehetőségeiről és egyéb jogszabályváltozásokról esett szó. Mindkét bizottság elfogadásra javasolta a tárgyalt napirendi pontokat a képviselőtestület számára. Az ülést holnap reggel 9 órától televíziónk élőben közvetíti. Polgármesteri elismerést kapott ma dr. Csízi Zoltán a Városházán. A címzetes gyermekgyógyász főorvost a közelmúltban Debrecenben jutalmazták meg, most pedig városunk polgármestere Janicsak Dávid is megbecsülését fejezte ki, az 50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenysége miatt. Az eseményen visszaemlékeztek az elmúlt időszakra is. Dr. Csízi Zoltán címzetes gyermekgyógyász főorvos hosszú idő óta gondozza a város fiataljait. A szakember 1971-ben szerezte meg diplomáját, és avatták orvossá. Kezdetben Miskolcon fogadta pácienseit, 1975-től Ózdon tevékenykedik.
Rövid időt követően megkérték, hogy maradjon és segítse a város lakóit, ő pedig örömmel tette mindezt. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara az 50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenysége miatt aranydíszok levélben részesítette, ma pedig Jani csak Dávid városunk polgármester ismerte el áldozatos munkáját. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét elismerhettem doktor úrnak az áldozatos munkáját, amit ebben a városban a gyermekekért tesz. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én gyermekként a betege is lehettem, most pedig polgármesterként is találkozhatok vele, és most már 50. évfordulója alkalmából kapta meg az aranydiplomáját, és ennek kapcsán találkoztunk mi is, és részesítettem polgármesteri elismerésben doktor urat, akinek további sok erőt és egészséget kívánok áldozatos munkájához. A gyermekorvos egyébként mai napig praktizál, jelenleg az Újváros téri rendelőben. A hosszú évek alatt végzett munka sok mindenre megtanította. Igyekszik segíteni a szülőknek, minden rendelésnél szán néhány percet arra, hogy hasznos tanácsokkal lássa el őket. Úgy véli, folyamatosan tanul az ember. Másként nem lehet, csak alázattal, türelemmel, főleg a gyermekek iránt érzett türelemmel végezni a munkámat. Természetesen egy idő után, mikor már az embernek megvan a rutinja, akkor már valamivel könnyebb, de azért vigyázni kell, hogy ne töltse el az ember túlzott önbizalommal az mögötte lévő évtizedeknek a számát. Tehát minden alkalommal nagyon oda kell figyelni, hogy az ember sikeres gyógyító maradjon. Az átadást követően kicsit kötetlenebb formában és jó hangulatban emlékeztek vissza az elmúlt évek történéseire. Dr. Csízi Zoltán néhány orvosi jó tanácsol is ellátta beszélgető partnereit. Ítéletet hozott a miskolci törvényszék egy ózdirablóval szemben. A 28 éves férfi szeptember 24-én délután egy konyhakéssel a kezében, szájmaszkot és kapucnit viselve egy helyi élelmiszerboltba ment be azzal a szándékkal, hogy kirabolja azt. Az eladó tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, és a gyanúsított felszólítására sem adta át a bevételt. A vádlott maga akarta kinyitni a pénztárgépet, ám nem járt sikerrel. Ezt követően gyorsan távozott a helyszínről, azonban a járőrök rövid időn belül elfogták. A fenti cselekmény miatt a bíróság a férfit a felfegyverkezve elkövetett rablás büntettének kísérlete miatt 8 év szabadságvesztésre és 9 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Motiváló programot szerveztek a fiatalok a Tiszta Városért csoport tagjai, amelynek vendége Lakatos Mihály volt. Az ózdi szobrászművész életét az alkotás mellett a természet szeretete és környezetünk védelme is nagyban meghatározza. Az Ómék Olvasó civil termében megtartott taggyűlésen az ő pályája és személyes tapasztalatai kerültek előtérbe. Az eseményen ehhez kapcsolódó relikviákat és kis plasztikákat is megtekinthettek a résztvevők. Oklevelek, elismerések, újságcikkek és bronzból készült kis plasztikák sorakoztak ma délelőtt az Ómék Olvasó civil termében. A relikviák által Lakatos Mihály ózdi szobrászművész alkotói pályafutásába nyerhettek betekintést a Fiatalok a Tiszta Városért nevű csoport tagjai. A délelőtti eseményen természetesen maga a művész is jelen volt, aki saját életének példáján keresztül szerette volna motiválni a diákokat. Az előadás ötletével egyébként ő maga kereste meg a fiatalokat. Reménykedek benne, hogy az itt megjelenő fiatalok máshogy fogják gondolni a dolgokat, és majd amikor 10-15 év múlva találkozunk ismét, akkor mesélhetnek a céljaikról, és hogy mit értek el az életben. Az eseményen a szobrászművész munkásságát is megismerhették a jelenlévők. Ezt követően pedig kérdéseket is feltehettek. Lakatos Mihály életében a természet szeretete és védelme mindig is komoly szerepet játszott. Munkáival többször is sikeresen szerepelt az ózdi honismereti pályázaton. A hosszú évtizedek alatt pedig számos kiállításon csodálhattuk meg kis plasztikáit, emellett több köztéri szobor is kikerült már kezei közül. Nyugdíjba vonulását megelőzően hosszú ideig a Városi Múzeum restaurátoraként dolgozott. A mostani összejövetelen elsősorban az akaraterő fontosságáról beszélt. Nagyon sokan úgy vannak, hogy lemondanak mindenről, begubóznak maguknak, és csak mindig, amikor a beszélgetésre kerül a sor, amit meghallgattam már buszmegállókba, vagy különböző előadásokba is, hogy mindenki
mondja, hogy valamit csinálni kéne, valaminek neki lenne fogni, de nem fognak neki, hanem leülnek egy helybe, és akkor várják, hogy majd valami mozduljon. És én ezt akarom nekik elmagyarázni, hogy nem mozogni kell, hanem nekünk kell mozdulni. A szervezet tagjaival több városi rendezvényen is találkozhattunk az elmúlt hónapokban. Aktivistáik többek között az augusztus 20-ai rendezvényen, a Rózsakerti estén és a Bolyoki Vigadalmon is sokat tettek azért, hogy tisztává varázsolják környezetünket. Tevékenységükre időközben sokan felfigyeltek, és már támogatók is akadtak. A múlt hónapban például takarításhoz szükséges eszközöket kaptak, de jelenleg is vannak olyanok, akik különféle tárgyi felajánlásokkal segítik munkájukat. Közel 60 személy jelent meg a mai véradáson a civilházban. Készfertőtlenítővel és egy katalógussal gazdagodtak azok, akik ellátogattak az intézménybe. Cselekedetünkkel nem csak mások életét menthetjük meg, hanem magunkkal is jót teszünk. Fontos, hogy bőségesen fogyasszunk folyadékot, és együnk is a beavatkozás előtt. Minden hónap utolsó szerdáján megnyílik a civilház ajtaja, ahol a Vöröskereszt munkatársai várják a helyieket. Ma is önkéntesek segítkeztek a lázmérésnél. Azzal, hogy vért adunk, bajba jutott embertársainkon segíthetünk. A donorok, ahogy mindig, úgy most is hemoglobin szint és állapotfelmérés, valamint orvosi konzultáció után feküdhettek a székbe. Számuk mindig változik. Az évek alatt azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan csökken a véradó kedv, viszont minden hónapban más számokat tudunk hozni. Ez nagyon változó hónapról hónapra, a nyári hónaptól is függ, hogy nyár van, ősz, tavasz vagy tél. Hát meg ugye az emberektől, hogy beteges időszak van-e, vagy ugye nincs. Egy alkalommal 4,5 deciliter vért vesznek le a donoroktól. Ezzel a mennyiséggel akár 3 ember életét is megmenthetik. Emellett saját szervezetükre is jótékony hatással van az új vér képződése. Irányított véradásra is van lehetőség. A mai napon sokan jöttek, hogy Pókos Jánoson segítsenek, aki egy operáció előtt áll. Nekem ez nagyon jó, még akkor is, hogyha némelyik nem tud adni, mert de lelkileg velem mellettem vannak, mert most a szívműtétem lesz, és ahhoz gyűjtjük a vért. És most nagyon sok rokonom, barátom itt van, úgyhogy remélem sikerül nekünk. És nagyon érzemleg nagyon megérint engem, hogy eljönnek ennyien. Mert János barátomnak szüksége van a vér, és minden úgy éreztem, hogy ezt mindenféleképpen meg kell tenni, hogy legyen elég vér neki a műtétjéhez. A véradók a mai nap folyamán készfertőtlenítővel és egy karácsonyi katalógussal is gazdagodtak. Közel 60 személy érkezett az intézménybe, hogy embertársain segítsen. Győzelemmel folytatta szereplését a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az Ószt Csajóvölgye együttese. A mieink a Szendrő VSKE gárdájával vendégszerepeltek a pontvadászat 11. fordulójában. A 12. percben szerezték meg a vezetést az ózdiak, amikor Bene Attila volt eredményes. A 27. percben megduplázták az előnyt a fekete mezesek, Berta Péter vette be a kaput. A 31. minutumban Bene megszerezte önmaga második, míg a csapat harmadik találatát. A szünet előtt szépítettek a hazaiak, Beri zörgette meg az ózdi hálót. A második játékrészben nem esett több gól, így az ózdiak elhozták a pontokat Szendrőről. A sikernek köszönhetően szorosan követik a tabellán a lista vezető Parasznyát. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Ütemterv szerint halad az útfelújítás Ózdon. Kedden megkezdték a Zséi aladárút előkészítését is a kivitelező cég dolgozói. Itt előbb betonréteggel látják el a felületet. Polgármesteri elismerésben részesült ma dr. Csízi Zoltán, címzetes gyermekgyógyász főorvos. Janicsak Dávid az 50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységét jutalmazta. Motiváló programot szervezett tagjai számára a Fiatalok a Tiszta Városért csoport. Lakatos Mihály ózdi szobrászművészt hívták meg, aki az akaraterő fontosságáról is beszélt. Közel 60 személy jelent meg a mai véradáson a civilházban. Készfertőtlenítővel és egy katalógussal gazdagodtak azok, akik ellátogattak az intézménybe.
Híreink után nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Csütörtökön többnyire napos időre van kilátás, felhősödés csak időnként alakulhat ki. Csapadék térségünkben nem várható, és a szél ereje is gyenge maradhat. A reggeli órákban azonban köd nehezíti a látási viszonyokat, így a közlekedőknek érdemes körültekintőnek lenniük. A hőmérséklet a hajnali órákban -3, napközben pedig +14 fok körül alakul. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően az 1920 az új Közép-Európa című dokumentumfilmet tekinthetik meg. Friss hírekkel holnap este 7-kor várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra és egymásra, legyen szép az estéjük, viszontlátásra!